sziasztok! Gratulálok még egyszer a nyertesnek. Hamarosan meg fog érkezni hozzá a bögre. Tegnap feladtam, az várhatóan olyan 2-3 napon belül meg is fog érkezni. Úgyhogy a mai étel az egy tejszínes csirkemell lesz, amit be fogok mutatni. Ez nagyon gyors recept. Ez egyébként egy 10-15 perces munka lesz. Penne tésztával fogjuk tálalni, úgyhogy nézzétek! A hozzávalói, illetve az elkészítése. A hozzávalói a bacon, ugye a csirkemell, hagyma, só, bors, fokhagyma, főző tejszín, egy kis tejföl, petrezselyem, illetve sajt. Az elkészítése az lesz, hogy a kockára vágott baconet zsírjára fogom pirítani, majd a megmaradt zsírba lepirítom a csirkemellünket. Egyébként nincs kiglopfolva, most lesóztam és leborsoztam. Miután lepirítottuk a csirkemellünket is, azt kivesszük, beletesszük a hagymát, majd felengedjük egy kis vízzel, a tejszínt, tejfölt ki fogom csomómentesre keverni, vissza fogom tenni a húst, és le fogom önteni a főző tejszínnel, beleteszem a sót, borsot, ugye ízlés szerint, petrezselyem, zöldet, illetve reszelt sajtot is fogok beletenni. Nézzétek! Jöhet a tálalás. A kis hússzeletünket szépen ide tesszük, így, és egy kanállal szépen ezt a jó kis szaftot teszünk így rá még, hogy jó vastagon, jó gusztán, hagy folyjon le mindenhova. Ez így tökéletes. Ahogy van, jó petrezselyem, és nagyon gyönyörűen kiadta az ízét. Egy kis tejföl, hogy olvadjon még rá, illetve egy kis szalonna, egy kis baconnel is meg lehet dobálni a tetejét is, mindenhova. Ez a jó ropogós szalonna nagyon fantasztikussá fogja varázsolni az ételünket. Hát jó étvágyat kívánok! Ez volt az én kis tejszínes csirkemellem. Ha tetszett, akkor készítsétek el. Szerintem nagyon finom lesz. Nézzétek, csináljátok, egyétek. Szép napot nektek, sziasztok!